És íme már is két néző ott van a telefonnál. Kezdjük akkor most a telefonálókkal. Jó estét kívánok, kedves néző! Halló, halló! Jó estét kívánok! Köszöntöm, jó estét kívánok! Halló. Hegyi Gábor vagyok Budapestről. Jó estét! És kedves Attila, nagyon sok szeretettel kívánok boldogságot és minden szépet és jót házasság kötése alkalmából. Köszönöm szépen! Nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen. A fasiszta dologhoz szeretnék röviden hozzászólni. Igen. Én nekem az a véleményem, hogy itt nem is az az érdekes, hogy milyen fajta kirohanások és különböző dolgok történnek, hanem az, hogy mindenkinek tudni kell, hogy ennek az országnak nyugalomra van szüksége. Tehát a szélsőségeket és az olyan dolgokat, amelyek veszélyeztetik ennek az országnak a nyugalmát, a békéjét, és esetlegesen visszatértítheti ezt az országot a szárasi időkhöz, akkor legyen mindenkinek mementó, vallástól és származástól függetlenül, hogy ez az ország milyen szörnyű kínokat állt ki a vesztes háború miatt, és hogy romba dőlt, és szinte elpusztult az egész ország. És a szovjet megszállást is lényegében ennek köszönhettük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugye közeledik október 15-e, és 1944. október 15-én volt a nyilas hatalom átvétel Magyarországon. Horthy megpróbált az utolsó pillanatban egy kétségbe esett kísérletet tenni, hogy Magyarország kiugorjon a háborúból, és meg is fogalmazta a proklamációját, melyet ezen a napon be is olvastak a rádióba, melyben nevezetesen bejelentette, hogy Magyarország kilép a háborúból, a katonák a fronton tegyék le a fegyvert, a parancsnokokat utasította megfelelő parancsok formájában, hogy tegyék le a fegyvert és vonuljanak vissza. És órákkal, néhány órával később puccsal elfoglalták Skorzeny Otto és csapatai a fontos pontokat Budapesten. Skorzeny Otto volt Hitlernek az a megbízható embere, aki annak idején Mussolinit is a hegytetén levő börtönéből, vagy szállodában őrizték, tehát hogy onnan kiszabadított egy bravúros kommandó akcióval. Na ez volt, ez az Otto Skorzeny volt az, aki a csapatával már hetek óta csendben turistaként itt tartózkodott Budapesten, illetve hát egy Pilis környéki faluban szálltak meg, de kikémlelték a helyet, és akkor, mikor eljött a pillanat, amikor tényleg bejelentette Horthy, hogy Magyarország leteszi a fegyvert, kiszáll a háborúból, akkor akcióba léptek, és hát letartóztatták Horthy fiát, és hát, embereket öltek ott meg, akkor és lövöldözés volt, és egy szőnyegbe csavarva vitték ki a repülőtérre, és vitték, csempészték ki Németországba. Ez volt az egyik, a másik pedig hát magát, Horthyt is elfogták, úgyhogy utána kényszerítették, hogy adja át a hatalmat Szálasinak, és hát ez volt tulajdonképpen ez a nap, az október 15, rendkívül izgalmas ez a sorsfordító nap, ennek a története. A legközelebbi számunkban olvashatják, én magam csináltam hosszas kutatásokat, és írtam ezzel kapcsolatban egy hosszú cikket, a legközelebbi számom, hogy figyeljenek rá, mert ezt tudni kell. Ezt tudni kell. Tudni, ha akkor nem történik meg ez, akkor valószínű nem bombázzák később
Horig, Budapestet sem, és így tovább, és így tovább. Nem akarok most többet én beszélni, hanem beszélgessünk. Még egy kedves nézőt látok a telefonnál. Halló, halló! Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Olajos György vagyok, és azt szeretném kérdezni a Lelkiismeret 88 csoportnak a vezetőjétől, aki ott van, hogy egyszer a Konrád Györgynek volt a tévben nyilatkozata, amiben azt mondta, hogy ez a 88-as szám, ez az ABC-nek a 8. betűre utal, és hogy a Heil Hitlerre utal. Most azt szeretném megkérdezni, hogy most nekem honnan származik ennek a csoportnak a neve, hogyha szeretném, hogy ezt vagy megcáfolnám, vagy elmondanám, mert én sem tudtam, hogy ez honnan ez. Én is kaptam egyébként már régen egyszer egy SMS, ki tudja honnan, hogyha valami szükség lenne, akkor esetleg valamiben részt lehetne venni. Hát ezen a úgynevezett jobb oldalon, bár szerintem a bal oldal az nem bal oldal, amit annak állítja magát. Tehát csak röviden az lenne a kérdésem, hogy mi az eredete ennek a 88 csoportnak. Tehát, hogyha ezt most akkor lehetne tisztázni, szeretném, hogyha bárki hallaná a telefonban, illetve a televízióban is. Még annyi csak, hogy gratulálok én is az esküvőhöz, amit sajnos nem láttam, mert nem voltam Budapesten. És szépen. Minden jót kívánok Önöknek. Köszönöm szépen. Értem akkor a kérdést. Egy gyakorlati szempont, hogy SMS-ben értesítést a Lelkiismeret 88 csoporttól az kap, aki valamikor is feliratkozott a listánkra, vagy pedig SMS listánkra, vagy pedig valamelyik ismerőse tovább küldi neki ezt az értesítést. Tehát így kaphatta meg a kedves hallgató is a mi értesítőnket, amit általában a különböző akciók előtt szoktunk kiküldeni. A Lelkiismeret 88 csoport nevében a 88-as szám, amint látható is hivatalosan, ahol megjelenünk, apostrófa van megjelölve, ami egy évszámra utal a magyar nyelvhelyesírási szabálya szerint. Ez 1988-ra utal. Ugyanis a Lelkiismeret 88 csoport 1988. augusztus 23-án alakult meg. Akkor a falu rombolás ellen tiltakoztunk, Ceausescu ugye abban az időben kezdte meg, illetve folytatta a programját 88-ban. És a tiltakozás egyik formájának azt választottuk, hogy két héten keresztül éjjel-nappal kint voltunk a román nagykövetséghez közel. Na most azt tudni kell, hogy Ceausescu nem tudhatta valószínűleg Konrád György későbbi vágyait, tehát a mostani vágyait, hogy 88 mit jelenthet. Tehát igazán ő viseli ennek a felelősségét, vagy hát viselte, ameddig élt, mert vagy előbb, vagy később kellett volna csinálni a falu rombolást, és akkor minket ezzel most nem vádolnának meg, hogy a 88-as szám az vajon mást jelent a nevünkben. De pontosan ezt jelenti a nevünkben a 88. Egyébként még azt hagy hangsúlyozzam ki, hogy igazán minket nem nagyon zavar, hogy a Klubrádió adásába Bolgár György lefasisztáz, vagy bármi mást elmond szélsőséges rólunk, minket az zavarna, minket, ha valaki lekommunistázna. Hát igazán december 15-ével kapcsolatban szóba került, hogy ellentüntetése mennek oda a SZDSZ-nek a különböző szimpatizásai. Minket ez roppantó zavar, ugyanis aki Pető Iván apukájának, illetve Bauer Tamás apukájának a eszmei utódai, akik ott halálra kínoztak, az Andrássy út 60-ban magyar embereket, azoknak még van képük oda menni és tüntetniük ott a ház előtt. Egy ilyen tetemre hívás lesz ez az alkalom nekik, ugyanis az Andrássy út 60-ban tudomásom szerint csak kommunisták kínoztak meg magyar embereket. Úgyhogy ennyit az Andrássy út 60-ról, meg mindenféle vádakról velünk kapcsolatban. Konrád György pedig, hogy milyen számmisztikát, milyen kabbalisztikát alkalmaz, ez az ő szíve joga, mi ezt az MT nyilatkozatba lehoztuk világosan cáfolva, hogy 88-as száma nevünkbe ezt jelenti. Egyébként pedig a Karta 77 mintájáról vettük ezt a Lelkiismeret 88 nevet. Kíváncsi volnék, hogy Konrád György Karta 77-re vajon mit talál ki, hogy micsoda. ABC-nek a hanyadik betűje. Mit gondol erről? Igen, igen. Zsolt, kívánsz ehhez hozzáfűzni valamit? Vagy kedves nézőt kérdezzük inkább meg? Kérdezzük a nézőt. Kedves néző, ismét önt kérdezem a telefonnál.
Tiszteletem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagy Károly beszélek Budapestről. Rövid leszek, egy rendezvényre szeretném felhívni a figyelmet. Mostanában rengeteg úgymond magyar verés történt a délvidéken. Édesapám és apósom is zentaiak. Ennek kapcsán a 64 vármegye ifjúsági mozgalom, illetve mi épp ifjúsági tagozat és még mások is, akik ezzel kapcsolatba kerültek, illetve az érzelmeik is odafűzik őket. Pénteken, 24-én, 17-es óra 30-kor a felvonulási téren a műcsarnok előtt tartanak egy koncerttel egybekötött tiltakozó megmozdulást. Tisztelettel kérem, sokan legyünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a hozzászólást. Most, amit látom ebben a pillanatban, éppen nem telefonál senki. De igen, még egy néző van. Jó estét kívánok, kedves néző! Halló! Jó estét kívánok, én vagyok a vonalban. Igen, igen, ez sokan. Nagyon örülök, hogy sorra kerültem, és hát a Dobos Attilának sok boldogságot kívánok. Köszönöm ellenben szépen. Nekem az a véleményem erről az egész Bácskai Diana dologról, hogy ez egy mesterségesen kialakított ügylet, tudnélik nagyon bántja azokat, akik a gyűlölet törvényt, az új gyűlölet törvény tervezetét megalkották, és amit az Alkotmánybíróság érvénytelenített, mert abban a szövegben, amit a Mazsihisz nyújtott be, a Nemzetközi Zsidó Szövetség segítségével, ez konkrétum. Az Izrael Zinger azért volt itt annak idején, hogy pontosítsa ezeket a kívánalmakat. Tehát ez egy talmudista tiltó rendelkezés volt, aminek alapján bárkit izgatásért, uszításért, szóval fel lehetett négyelni és kiszögezni a városkapukra. Na most ez volt az, amit nagyon szeretem. Na persze nem szó szerint tetszik érteni, gondolom. Nem, dehogy is, persze, hogy nem, ugyan, csak tréfáltam. És hát amennyiben ezzel tréfálni lehet, de szóval ez lényegében hát kudarcba fulladt, mert azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy azért ezt mégsem lehet. Na most én a televízióból vagyok ilyen intelligens, hogy közvetítették azt az adást, amikor az Alkotmánybíróság kinyilvánította, hogy alkotmány ellenes, és érvénytelenítette, akkor Őrsi Mátyás azt mondta, hogy ő addig nem nyugszik, és minden törvényes eszközt meg fog ragadni, hogy ezeket a bizonyos visszautasított hát, kádenciákat, ezeket a gyűlölettörvénybe belevegyék. Hát kérem szépen, egy pár héttel utána megjelent Bácsi Diana, amit én nem akarom azt mondani, hogy őt megfizetik, vagy valami, de lehetséges az, hogy őt valakik, akiknek ez érdeke, biztatta arra, hogy hát most állj ki, hát most mutasd meg, hát csináld, hát ez szabad, ma ez itt, segítünk neked. És ennek az eredménye majd az lesz, ugye, hogy most már mind a négy párt ugye hajbókkol, és azt mondja, hogy rettenetes nagy veszélyben vagyunk ettől a nőtől, ugye, és ezért majd meg fogják látni, uraim, hogy újból előveszik azt a bizonyos gyűlölettörvény tervezetet, amit alkotmányellenesnek nyilvánított az Alkotmánybíróság, és majd bele fogják tenni, majd a négy párt fogja majd kérni, hogy de igen, meg kell szigorítani, csak nem tudom, hogy minek, és nem tudom, hogy mit. Igen. Mert a legjobb tréfa az lenne, hogyha azt mondanák, hogy ugyan gyerekek, hát masírozzatok, aztán kész, mi meg elmegyünk aznap dolgozni, nem érünk rá veletek foglalkozni. Igen. De hát ezt rögtön lehet látni, hogy ez fel van tupírozva, és azért van tupírozva, hogy ezt a törvényt ők át tudják vinni. Elnézést kérek, de nagyon bosszant ez az egész, mert olyan átlátszó az egész, hogy csak
a nagyon elvakult ember nem látja. Elnézést, és nagyon köszönöm. Köszönöm. Már vártam, hogy előveszi a kék homokórát, de hát ezt nem. Nézze, olyan érdekes volt, amit tetszett mondani, hogy nem akartam félbeszakítani. Na jó, hát elnézéstek. Ígérem, hogy legközelebbi alkalommal nem fogok ennyit beszélni. Köszönöm szépen, de örülök, hogy megtetszettek jegyezni ezt a mozdulatot, amikor én oda nyúlok a homokóráért, és szépen kiteszem a kamera elé, hogy nézze meg az ember közelről is, hogy hogy telik az idő, mert az idő telik, és az idő drága. Na most én azt szeretném mondani, hogy hát én szívesen tereferélnék önökkel arról, kinek mi a véleménye arról, hogy meddig terjed a szólásszabadság határa. Mert mi azt tudjuk, hogy hát mondjuk élőszóban többet megengedhet magának az ember, mint például írásban, vagy hát mondjuk egy televízióban, mint ez az adás is, ahol 800 ezer néző van, nagyon-nagyon fegyelmezetnek kell lenni, és nem lehet össze-vissza locsogni, csak mindenfélét. Erre kérem a kedves betelefonálókat is, de ezt be is tartják már, meg a vendégeimet is, de mégis hát van egy, én Németországban éltem 15 évet, ha szabad erre hivatkozom, én az első tapasztalat, amit a demokráciával ott szereztem. És ott megtanultam azt, hogy egy jól működő demokráciát onnan lehet megismerni, hogy nincsen szájkosár az embereken, és hogy vannak szélsőséges pártok a jobb oldalon is, meg a bal oldalon is. Németországban 1-1%-ot értek ezek a pártok el, és mindig nagyon büszkék voltak a németek arra, hogy lám, mi demokraták vagyunk, és itt szabad beszélni. Szabad beszélni, és azért van, mert az mindig gyanús, hogyha nincsen szélsőséges párt, még 1% se, mert hiszen mindig, egy társadalomban mindig kell, hogy legyenek valakik, akiknek szélsőséges a véleményük. Hát én nem tartozom hozzá, én inkább, nem inkább, hanem teljesen mérsékeltnek tartom magam. De én bizony azt mondom, amit Voltaire is mondott, hogy uram, egy szavával nem értek egyet, de mindent megteszek, hogy elmondhassa a véleményét. Hát nem gyönyörű ez? Hát mit félünk attól? Most én vitára bocsájtom ezt a nézetet. Mit félünk mi attól, hogy néhány idióta össze-vissza fecsek? Hát mondják. Hát nem muszáj elfogadni a nézetüket, meg hát mindenki azt beszél, amit akar, vagy nem. Mert az mindig gyanús, hogy valaki veszi a jogot magának, és az asztalra csap, hogy én tiltakozom az ellen, hogy ez a másik elmondhassa, még oly szélsőséges, vagy buta véleményét esetem, mert nem akarok itt prejudikálni, de hát hagyd mondja, vagy ne mondja. Mert akkor, ha azt mondjuk, hogy ne mondja, akkor következetesnek kell ám lenni, mert akkor mindig lesz majd egy megmondó ember, aki megmondja, hogy mit szabad mondani, és mit nem szabad mondani. Hol a határ? Mit akarunk? Egy szájkosás társadalmat, ahol nincsenek szélsőségek, illetve vannak, csak éppen a parázs alatt, ugye, vagy a hamu alatt ízzik esetleg valahogy kis parázs, vagy pedig engedjük. És akkor kifutja magát mindenki, és kifújja az egész tulajdonképpen, megmaradna az 1%-nál. És akkor lehetünk mi is büszkék rá, hogy nálunk demokrácia van. Kérdezem az ügyvéd urat. Mindenek előtt, azért mielőtt válaszolnék, figyelve az előbbieket, sok mindenre lenne reflexióm, hogy fasiszta kérdésről lenne itt szó, meg hogy ugye mindent annak köszönhetünk idézőjel, hogy Magyarország elvesztette a világháborút. Ez voltak ilyen megjegyzések. Hát talán nem tartozik szorosan ide, de azért Magyarországon fasizmusról nem nagyon, sőt Németországban sem lehet abban az értelemben, ahogy ez klasszikus, ugye a fasó veszőny a lábot jelent, és ezt Mussoliniék használták, akik mellesleg a zsidósággal szemben még toleránsabb, tehát viszonylag kevésbé voltak türelmetlenek, mint Németországban. Tehát ez a fasiszta, ez maga egy publicisztikus bélyeg, amivel azt mondjuk, hogy körülbelül, hogy te szalonképtelen vagy.
és akkor veled szemben nem kötelez bennünket semmilyen illemszabályt, téged beléd bele lehet rúgni, téged el lehet mondani bárminek, téged le kell tartóztatni, bilincsbe verni, uh-huh. és örülj, hogy nem ölünk meg, vagy, tehát elmehetünk. Valójában a hangsúlyozom, hogy azok közé tartom, akik nem keveset néznek televíziót és rádiót sem nagyon hallgatok, tehát Bácsfi Diannáról nagyon keveset tudok, ám bár van egy könyve, ő filozófia szakos egyetemi hallgató, és van egy publikációja, de azt sem olvastam. Azonban őróla is olyan jelzők, minősítések jelentek meg, ami nem feltétlenül baj, de annélkül, hogy tudnánk, hogy mik Bácsfi Diana nézetei, mert ezt nem tudom, hogy bárki összefoglalta volna, hiszen nem tudom, hogy Bácsfi Diana elsődlegesen politikus lenne. Lehet, hogy ideológus, lehet, hogy nem tudom. Tehát a második pont, hogy Magyarország a Magyarországban elveszte tábult, ez egy régi sztereotípia, hogy azért van. Tehát azért voltak népbírósági megtorlások, azért volt AVH, és minden, meg a nyilas terror is azért. Bár a nyilas terror a háború elvesztése előtt volt, úgyhogy azt ne. Valójában, ugye hát ha csak egy gondolatot megengednek, hát Magyarország azért veszítette a háborút, mert belépett a háborúba, és mert ez vesztésre volt ítélve ez a háború, de a háborúba Magyarország azért lépett be, mert az első világháború végén teljesen igazságtalanul, és valóban páratlanul, a mai napig páratlan kegyetlenséggel és tekintet nélküliséggel megtiporták. Tehát valójában az első világháborúban ugye elvetették a második világháború magvait. Trianonnal. A Párizs környéki békerendszerrel, uh-huh. aminek része volt Trianon is, és hát ez szükségképpen elvezetett ehhez a helyzethez. Hát az lett volna csodálatos, ha Magyarország nem csatlakozik senkihez. Ám bátor Lengyelország és Magyarország viszonylatában szokták mondani, hogy Lengyelország azt kapta jutalmul, amit Magyarország büntetésképp. A második világháború után, igen. hiszen Lengyelország hallatlan véráldozatokat adott a második világháború alatt, de sokkal erősebbek voltak a nemzetközi érdek, úgynevezett nemzetközi érdekek. Tudjuk, hogy a kelet-lengyel területeket a Szovjetunió megkapta, tudjuk azt, hogy a szovjet hadsereg nem sietett a varsói felkelés segítségére, így több tízezer, százezer lengyel pusztult el az úgynevezett antifasiszta harcban, és végül is tetézve az igazságtalanságokat, német területeket meg Lengyelországnak adtak. Tehát valójában ez, hogy melyik ország mit tesz, hogy ebből aztán egy bölcs jutalom jönne, akár a Jóistentől, akár pedig a nagyhatalmaktól, ez szerintem tévedés. Na most elnézést, hogy így beleszóltam, én nem Bácsfi Diana ügyében vagyok, itt nem is ismerem az ügyet. A gyűlöletbeszéd, mondjuk inkább így, hogy a gyűlöletbeszéd fogalmát szokás használni, például Dworkin, egy nagyon ismert amerikai politológus, jogász ember használja ezt, és ugye a liberális amerikai felfogás, vagy ennek a Dworkinnak a felfogása az, amit a magyarországi viszonyokra, mármint a jogszabályi helyzetre lehet mondani, hogy ez egy liberális helyzet. De a jogalkalmazás nem liberális, tehát az nem liberális, hogy embereket bilincsbe vernek látványosan, mint az ászlóégetési ügynél például, azért, hogy látható legyen a reagálás. És Bácsfi Diannánál is ez történt. Egyébként teljesen szerintem oktalanul őrizetbe vették, aztán szabadlábra kellett helyezni. De miért? Hogy megmutassák, hogy az államnak igenis hatalma ereje van. Hát őrizetbe vételre elég könnyű bárkit is eljuttatni eddig. Tehát Dworkin azt mondja, hogy a gyűlöletbeszéd nem a bíróságokra tartozik, nem az államra tartozik, a gyűlöletbeszéd a polgárok ügye, és a gyűlöletbeszédet a polgárok egymással folytatják. Tehát ugye, ha valaki valamilyen csoportot célba vesz, hát akkor az a csoport védekezhet. Természetesen a védekezésnek megvannak a polgári jogi eszközei,
Hát, ha olyan, de ezért ezt esete válogatja, tehát lehet kártérítést követelni, lehet valótlan tények helyreigazítás követelni, lehet polgárjogilag azt követelni, hogy valakinek a személyhez fűződő jogait megsértették. Uh-huh. Tehát az büntetőjogon kívüli eszközök elég gazdag tárháza áll rendelkezésre, igen ám, de ez nem elég látványos és költséges. Tehát pereskedni egy nagy lapnak van érdeke, meg lehetősége, egy olyan napi lapnak, amely naponta kerül ilyen helyzetbe, de egyébként polgári igényeket érvényesíteni igen körülményes. A büntetőjog sokkal egyszerűbbnek látszik, ugye följelentünk valakit, és egyszerűen nyilatkozunk, hogy ez tűrhetetlen, fasiszta, stb., és akkor az állam pedig bilincsbe veri, ugye, leteperi, vagy akármit csinál, eljárást indít ellene, és akkor ugye mire az eljárásnak vége, addigra azért lecsillapodnak a kedélyek. Jó példa erre, most még régebbre megyek vissza, volt az úgynevezett gazdatüntetés a hornidőkben, amikor a föld elvétele miatt tüntet, nem az a gazdatüntetés, a metésztüntetés, talán nem emlékeztek rá, Zacsek Gyula neve, meg a derék, Macó Ágnes uh-huh. neve is, meg Pongrácz Gergely. Akkor volt Pongrácz Gergelynek földre teperése a rendőrök által. Tehát a gyűlöletbeszéd nem büntetőjogi fogalom, nem büntetőjogi kör, gyűlölettel lenni keresztény ember számára egyértelmű, hogy nem jó. Hát nem szükségképpen való, hogy gyűlölni kell bárkit is, de ha mégis ez történik, az akkor válik büntetőjogi fogalommá és kategóriává, mikor embercsoportokat, elnézést ezért a csúnya szóért, tehát valakiket aktivitásra, tevékenységre késztet azért, hogy mások alapvető jogait megsértsék. Tehát, hogy másokat, ezt nem kell sősorban, megverjenek, tetlegesen fellépjenek elnök szabadságokat, valamilyen módon korlátozzák. Tehát, magyarul megszervezi a körülményeket erre? Nem kell megszervezni. Ha olyan jó szónok vagy, hogy a te szónoklatodra tömeg vonul az utcára, vagy nem is vonul, de ez alkalmasra, az már lehet izgatás. De azt meg kell, mivel veszélyeztetési bűncselekmény, azt meg kell mondani, hogy ez az ultima ráció. Tehát a büntetőjog az ultima ráció, amikor már nem lehet mit tenni. Ez pedig az eddigi esetekben, most én nekem meggyőzésem az ászlóégetés ügyben sem, de hát számos ügyben ez nem így van. Azért, mert tehát nem is folytatom, itt van a határ. Tehát ha valaki mások alapvető jogait veszélyeztető helyzetet idézelő, személyes szabadságát, testi épségét, életét veszélyeztető helyzetet. Akkor jöjjön a büntetőjog. Igen. Egy kedves néző türelmetlenül vár már a telefonnál. Jó estét kívánok, most önt hallgatjuk. Jó estét kívánok. Jó estét. Nem mutatkoznék be, mert nekem még mindig vannak félelmeim. Nem tudtak igazán megnyugtatni önök, mert én más rádiós és televíziós orkánumokat is figyelemmel kísérek. És hát én annak idején Vásárhelyi Máriát is hallottam itt a Lelkiismeret 88 csoport nevének problémájával, és hát nem tudom, hogy ez csak privát szerencsémnek köszönhető-e, lehet, hogy önök tudnak majd segíteni, vagy választ adni erre, de én nagyon-nagyon tartottam attól, hogy problémáim lesznek, tudnilik. Van egy személygépkocsim, aminek a rendszámában, illetve hát az országjelzésében van a H betű. És én ezzel az autóval mozogtam ország, sőt néha külország szerte is. És félelmeim voltak, hogy hát ha, mint fasisztát valahol megfognak, mert ez a H betű, ez a vagy a helyt, vagy a Hitlert jelenti. Ó! Illetve hát szám is van benne, az meg a négyes, és mint tudjuk, az igazi fasizmus az a Duce találmánya volt. És szóval nem tudom, hogy eddig csak egyedi szerencsém volt-e, hogy megúsztam itt ezt a több évtizedek óta tartó feltáratlan felelősségre vonást. Nyugtassanak meg, hogy Vásárhelyi Mária tévedett, és nem mi.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát tényleg ez aggasztó lehet, ha valaki H betű van a rendszámában. Hát ez... Hogyne, hát ugye a egyik ismerősöm, lányom barátja nem merte kitenni a nagy magyarországos matricát, mondván, persze naivitás, fiatalemberről van szó, 20 éves, hogy össze fogják törni a kocsijukat Horvátországban. Nem tudtam meggyőzni, hogy ez merő, merő valótlanság, illetve képzelődés. Ráadásul pont Horvátországban nem. Igen. Szívesen csatlakoznának a Szent Korona országaihoz. De úgy tudom, egy érdekesség a 88-as számmal kapcsolatban, hogy utána lehet nézni a Népszabadság hirdetési rovatának a telefonszám az 3, 88, 88, 88, 3-szor 88. Gyanús. Hát most ide kéne hívni egy valami számmisztikai szakértőt is be, valamennyit sejtek belőle, de nem biztos, hogy ez nem blöff. Egyszer nekem egy olvasó Németországból írta, hogy mi biztosan valamiféle kommunista bérencek vagyunk, mert a telefonszámunk úgy kezdődik, hogy 209. 209 az nagyon gyanús. Igaz, hogy az egész Gellért egy 209-en kezdődik, de hát akkor az egész Gellért egy gyanús. Akkor hallgassuk meg a kedves nézőt. Jó estét kívánok, kedves néző, a telefonnál. Halló! Jó estét kívánok! Kezdj sokkal! Szeretettel üdvözlöm az urakat, és önöknek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Szegedről Lauli Józsefné vagyok. Köszönöm. Én nem merem mondani a nevemet, mint nyugdíjas már nem igen tudnak velem mit csinálni. Ez az egyik. A másik az, hogy már több műsorban betelefonáltam ezzel. Kár ezt a bácsi ügyet ennyire fölfújni, kérem. Ezt a média azért hát akkor ne fújjuk csinálja, fel, hogy a jobb oldalt hergelje. Nekünk semmi közünk hozzá, mert mi rendes emberek vagyunk, jobboldaliak vagyunk, úgy születünk, úgy fogunk meghalni. Semmi közünk ez a nyilas bandához, nem dobozunk. Semmi közünk. Jó, hát igen, semmi de közünk, nekem sincs semmi közöm, de hát én tőlem... Mert ezek most akarnak bennünket összeugrasztani, higgyék már el. Hát nem kell ugrani. Higgyék el, bennünket akarnak összeugrasztani. Tessék? Hát nem kell ugrani. Hát nem ugrunk mi egyáltalán, és nem is megyünk ki oda. Menjenek csak ők ki, és együtt, mert ők egyfajták, a nyilas meg a kommunista, mert ugye tudva levő, hogy a kommunisták sokkal több embert gyilkoltak meg, mint annó a hitlerék. Sokkal több ember hát, tízszer annyit a kommunizmus. És arról senki se nem beszél, hanem ilyen bácsikat előszednek, akinek az apja belügyminisztériumi dolgozó, meg minden. Hát, annyi sok szépről nem, lenne nemzetbiztonsági tiszt. És inkább ezt a bácsi helyet azt kellene. Köszönöm igen szépen, és minden jót kívánok. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Látom, azért sokakat izgat ez igen, a téma. Hát én kezdem sajnálni bácsi Dianát, igazán hát itt szitokszóvá válik meg ugye a szélső jobb, meg a nyilas szinonimájává, mert itt is, hát figyeljük meg, hogy mibe kényszerül a derék telefonáló, hogy azt mondja, hogy mi rendes emberek vagyunk, nem úgy, mint a bácsi Dianáék. Kérem szépen, nem biztos, hogy a gyökeresen nem értek egyet azokkal, akik az október 15-i hatalomváltozást pozitívan értékelik. Hangsúlyozom, gyökeresen nem. De miért kell odáig elmenni, hogy nem rendes emberek? Lehet, hogy nem rendes emberek, lehet, hogy igen, igen. És mi, akik... Hát én szerintem, pedig mindenki hallgassa meg a maga véleményét, és nem kell ezzel egyetérteni. Pontosan, tehát azért itt a itt elhatározta ezt a kommunista időben, elnézést, hogy így mondom, időkben, az önkényuralmi időkben elhatárolódásnak nevezték, hogy de miért, mitől határolódnak? Azért mondom, hogy szeretném tudni, hogy bácsi Dianának mik a nézetei. Mert hát, hogy október 15-én valaki tüntetni akar, oda nem megyek el, mert nem értek vele egyet. De ezen túlmenőleg valójában nem erről szól az egész beszélgetésünk. Szerintem viszont helyesen érzik a nézők, hogy minden alkalmat bizonyos körök felhasználnak egy hisztérikus légkör keltésére és félelemkeltésére. Tehát érdekes, hogy a telefonáló azt mondja, hogy ő fél. Tehát valójában
a félelem a úgynevezett jobboldali emberben erősödik, hogy nehogy azonosítsanak Bácsfi Diannával, mert akkor nekem rossz lesz. Na de könyörgöm, Bácsfi Diannának akkor mi? Akkor ő, az ő személyes biztonsága, az ő személyének, az ő emberi méltósága milyen határok közt kap védelmet? Igen, most akkor, az ügyvéd beszél ugye, belőle, ezt látom. Persze, hát természetesen. Egyelőre nem látok olyan, azért, mert egy ostoba ötlete van. Hangsúly, ebben a politikai légkörben ostobaság, különösen ebben ilyen politikai nézeteknek ilyen módon hangot adni. De hát ha valakinek rögeszmeszerűen vannak meggyőződései, nézetei, vagy egyáltalán különleges személyiség, vagy az úgy szocializálódott, hogy az érdeklődése már, tehát itt, akik azt mondják, hogy a másságot tisztelni kell, hát ezt a másságot miért nem? Én hangsúlyozom, ott van a határ, igen, hogyha valaki az én emberi méltóságomat, élethez való jogomat, stb. Közvetlenül sérti. Tehát ha vannak olyan polgárok, akik nem csak az ügyvéd beszél, az ember is beszél belőlem. Vannak olyan polgárok, akiknek az emberi méltósága védelmet élve érdemel, és vannak, akik nem. Régi technika, én ügyvédként találkoztam, egészen prominens embereket képviseltem, nemzetközi hírű zeneszerzőre sütötték rá, hogy ő, kérem szépen, ő fasiszta és nyilas, itt nevet nem mondok, mert ügyvédi titkot sértenék, és ezt több labban megjelentették, hogy azért kapott az illető Bartók Pár, hogy a Bartók Pásztori díjat adja vissza, felszólították nyilvánosan. Tehát önmagában ez, hogy ez jó lapokban, élet és irodalomban másút megjelent, ez az illetőnek mérhetetlen kárt okozott, és lényegtelen, hogy ő fasiszta vagy nem fasiszta, ez már, tehát a szemper alikvit héret adja latin mondja, tehát valami mindig ott ragad, vagy a magyar mondja, nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél. Tehát mondjuk valakire, azt már nem lehet lemosni róla. Nem lehet lemosni, és szóval ezért is relativizálni kéne, és itt befejezem, csak ezt hadd fejezzem be, relativizálni kell, tehát nem szabad túlértékelni a személyes gyalázkodás értékét, mert akkor túlértékelünk mindenféle minősítést. A minősítésekre nem kéne odafigyelni. De hát akkor arra se kéne odafigyelni, a Bácsfi Diannak itt hogyan, meg mit minősít. De hát itt azért nagyon görcsös reflexek vannak arra, legyünk őszinték, hogy aki fasiszta, a szalonképtelen, az ki egyébként nincs ilyen szerintem. Az kitaszítandó, azt meg kell taposni. Ha nem követett el semmit, akkor is, legyünk őszinték, ezek a meggyőződésem, hogy ha nem követett el semmit, akkor is fel kell négyelni, lehetetlenné kell tenni, soha ne tehesse be a lábát egy szerkesztőségben, ne tudjon írni, a nevét ne írják le 100 éven belül, és ezt el lehet érni. De kérem szépen, akiknek ez az álláspontja, azoknak mi közük az emberi méltó, és mi közük a nagy liberális elvekhez, meg az emberi jog egyetemes nyilatkozat. Tehát tényleg az van, mint Orwell mondja, hogy vannak egyenlők és még egyenlőbbek. Ez az ügyvéd mondatja, bárki megtiport emberrel kapcsolatban ezt mondanám. Ha egy zsidó jönne hozzám, akkor azt ugyanígy megvédeném, de nem védeném meg jobban, igen, mint más ember. Igen, igen. Hallgassuk meg a kedves nézőt a telefonnál. Jó estét kívánok, kedves néző! Tessék parancsolni! Háló, jó estét kívánok! Üdvözlöm az urakat! Én Lakatos Krisztina vagyok Budapestről, és hát így átfogólag szeretnék egy rövid véleményt mondani. Méghozzá azon az egészhez hozzáfűzni valóm, hogy szerintem nagyon szép dolog, hogyha valaki hazafi. Ez tart össze egy nemzetet, mint tudjuk. Csak egyetlen egy dolog az, ami mint magánember zavar, és azt hiszem, hogy ezzel a véleményemmel nem vagyok egyedül, amikor a hazafiságot, a hazaszeretetet összekeverik a fajgyűlölettel és az uszító, gyűlölködő kijelentésekkel, és hát, hogy Bácsfi Diannára utaljak, a hitleri karlendítés, illetve ezek a szálasi féle dicsszavak, dicsmondatok, ezek azt hiszem, hogy nagyon sok érzékeny emberben ilyen jellegű asszociációkat ébresztenek.
Szóval szerintem mindenféleképpen legyünk hazafiak, szeressük az országot, de ne bántsuk egymást és senkit. Egyetértek. Igen. Szóval ez így helyes, ez tart össze egy nemzetet. Igen. Igen, igen, köszönöm szépen. Jó, Imre jelentkezik, parancsolj, igen. Amit, hogy kinek mi az érzékenysége, az én érzékenységemet meg azt bántja, amit már elmondtam, hogy október 15-én azok az embereknek az ideológiai utódai akarnak oda menni, akik magyar embereket halálra kínoztak a kommunizmus évei alatt. Az én érzékenységemet ez bántja, az én apámat, a gulág, az én nagyapámat a gulágra vitték, ott halt meg. Engem ez bánt. Igen, most itt legyünk abszolút, hát marhaságot mondok, mert teljesen tárgyilagos senki se lehet. Ugye jól tudod, hogy a Tanács út 60 a hűségháza is volt, tehát ők azért akarnak valószínűleg, sőt biztos oda menni, mert Szálasinak az főhadiszállása volt. Értem. Én nem tudom, hogy a de nem kis, nem zárható ki, hogy oda vittek embereket. De ez tudomásom szerint teljes mértékben kizárható. Jó, hát ezt kizárható, itt biztos nem tudjuk eldönteni. Azt mondja az Imre, hogy kizárható, mert ő ellenőrizte. Tudomásra szerint ő is tudomásra. Azt mondta. Na, gyerek, nem menjünk bele, mert nem tudjuk lezárni, tehát teljesen fölösleges. De. Akkor nem akarom beszorítani a szót, csak nem menjünk bele értelmetlen, bizonyíthatatlan állításokba. Ez már túl is lépte. Jó. Viszont akik oda mennek, azoknak viszont a szellemi elődei, ott, amint már elmondtam, magyar embereket, több tízezer magyar embert halálra kínoztak. Természetesen. Tehát ezért mondom, ez egy tetemre hívás lesz, úgyhogy igazán Bácsfi Dianna meg a új baloldal, vagy nem tudom, hogy hívják őket, Gusztosékat, miért mennek oda, hát szóval engem ez zavar igazán az egész ügyben, nem a Bácsfi. Kérem szép, ja, igen. Bocsánat, másodpercek. De hogy csak igen. Másodpercek? Igen. Szeretném kétségbe vonni azt, hogy a Nyilas és a kommunista az ugyanolyan bűnös. Igen. A Nyilas az sokkal bűnösebb, de ha van idő, akkor majd az később. Igen, most ez megint egy nagy téma, igen. De, igen. De ez, most ez nem az én véleményem, hanem ez például Kövér Lászlónak is. Igen. De szívesen elmondom, ebben a műsorban szeretném meg elmondani. Nagyon régóta vár valaki a telefonnál, és a reklám előtt még őt is szeretném meghallgatni. Jó estét kívánok, haló! Kedves néző, önt hallgatjuk. Köszönöm szépen, én vagyok a vonalban. Igen, igen, doktor. Tessék parancsolni. Kedves doktor úr. Igen. Nem azért, mert félek, mert mindenható, hogy Atya Úristen megőriz bennünket. Mizel van annak a honfitársnak, egy mondotta, hogy óvatos, hogy ne féljen. Közelebb tessék beszélni. Nyakán feje. Na kérem szépen, azt tudom mondani, nagyon nagy baj az, mikor egy államban, bármely állam légyen az, állítólag túlnyomó többség, mondjuk 90-95%, 99% azt a rendszert akarja, és attól az 1%-tól, ha van, fél. Kérem, az szomorú. Hát erről ennyit nem kellene beszélni. Igen. Azon kívül azok, akik a kommunistának mondott, de hát az közösségi, ugye tudjuk jó, hogy ez is egy hülyeség, elnézést a triviatásért, diplomát szereztek, ne nevezenek bennünket különböző módon. Kérem, a magyar nyilas lovas nép volt, ugyebár? Kérem, nagyon jó lenne, ha a jelképek eredetét mindenki megtanulná, és kellően magyarázná. Igen. Ameddig nem tudják, azt nem mondják, amikor deformatív módon súlykolják a tömegek fejébe. Tanítani, okítani, magyarázni kellene, higgadt, nyugodt szóval, emberien. Egyébként, kedves doktor úr, bocsáss meg, hogy 73. évemet Taposván, egy kicsikét megkérdőjelezem az idióta jelződet, és méltóztas, nem mondom, hogy vonz vissza, teljesen fölösleges, de ha mégis, ez a nézetet kérlek szépen, nekünk miért nem szabad meg a kirohanás, a kitörés megünnepelni? Miért? Hát én nem tudom, nem tudom, hogy kedves hát néző, mire mondja ezt az idióta dolgot. Mert én azt mondtam, bocsánatot kérek, hagyj beszéljek én is egy szót, hagyj védjem meg magam. Én azt mondtam, hogy azt szerettem volna,
kifejezni, hogy mindenki mondhassa el a véleményét. Például most én is el szeretném mondani a véleményemet, még akkor is, ha netán az én véleményem egy ostoba, idióta vélemény. Tessék, Pancsa, visszaadom a szót. De letette a kajlót. Jó van, hölgyeim és uraim, sajnos le is telt az idő, megint reklám következik. Most kukkantsunk bele a Nemzetőr színes mellékletébe, a Nemzetőr vasárnapi újságba. A címlapot láthatják. A legérdekesebb cikkekből egy képet kiteszünk. Egy cikk Lapka Györgyről. Másik Rákóczi Ferenc fejedelem. Pótolhatjuk hiányos történelmi ismereteinket. Az aradi vértanúkról indítottunk el egy sorozatot, most Damjan és Ferenc. Görgei Artúr, aki világostán letette a fegyvert. És az öröknő. Az öröknő a római irodalomban, illetve Görögországban. Múzsák a görög mitológiában. Gyönyörű szép képeket találtunk. Botticelli. A ballonrepülés története. A repülés kezdetejét. Hát kezdtük már Daidalosztól és Ikarosztól. Móra Ferenc, a népszerű magyar íróról egy cikk. Verne Gyula. Hát az én gyerekkorom kedvenc olvasmánya Verne Gyula könyvek voltak, ugye, hát Jules Verne, csak lefordít. Én meg itt egy fotóalbum az esküvőről. Legszebb fotókat kitettem. Hát persze volt sokkal, 500 fotót készített a fotósunk. Ez a cikk a varázslatos sikló ernyőzésről szól, és ott van a lányom, kérem szépen, ezt az életem első sikló repülése, ezt leírta, ezt a cikket ő írta. Marics Zsuzsival közös lányunk, az Angéla. Na kérem szépen, nem csak a jobb kezesség ki a világ, hanem bőven vannak itt balkezesek is. Leptis Magna, libyai, csodálatos római kori romterület, a Kárpáti az elsvét Titanic segítségére siető hajó, mely néhány utast, néhány száz utast meg tudott menteni. Igen, de nem tudom, hogy ez a Kárpáti magyar hajó volt, mert nem K-val írták, hanem C-vel. Voltak rajta magyar alka. Jókai Mór. Irodalmi oldalak következnek. A bibliai történetek keresztény olvasóinknak, illetve akiket érdekel ez a témakör. És hátul Requiem egy hadseregért, Sarlós Endre rajzos regénye, Nemes Kürt István azonos regénye, című regény alapján. Megint látjuk tehát a címlapot. Sokan ezért a mellékletért veszik az újságot újabban, mert érdemes és érdekes, és hát sokan le is fűzik, és azt mondják, hogy meg későbben fogják köttetni. Na most még a reklám idő van, tehát én gyorsan elhadarhatom a szerkesztőségünk telefonszámát. Budapesti szám 209-1848. Tudják, hogy miről lehet megjegyezni, csak segítségnek mondom. Megyesi Kossuth, D209-1848. Aki ingyenes mintapéldányt kér, kérem szépen telefonáljon be a szerkesztőségbe, és szívesen adunk neki. Azon kívül tudni kell még azt is, hogy a Magyarok házában, a Budapest Szemeveis utca 1 alatt a portán, illetve a porta mellett régebbi Nemzetőr példányokat bárki ingyenesen elvihet. Tehát ismerkedjek ezzel az újsággal. Tényleg nem győzöm eleget mondani, hogy kérem szépen, ha csak tehetik, fizessék elő a Nemzetőrt, mert néhány hét múlva
meg kell újítanunk a szerződést, és úgy néz ki, hogyha felemelik a szerződési díjat, akkor nem fogjuk tudni finanszírozni. Tehát önökhöz fordulok, kihez fordulnék máshoz, hanem önökhöz, segítsenek, ha önök is azt szeretnék, hogy ez a műsor megmaradjon. Köszönöm szépen!